Törökbecsén 14 játszótér van. Ezek kellemes időtöltésre és aktív kikapcsolódásra nyújtanak lehetőséget a település legfiatalabbjainak. A kicsik hintáznak, libikókáznak, csúszdáznak. Szép időben a központ, a Tiszapart és számos utca is gyermekzsivajtól hangos. A legtöbben azonban a parkban játszanak, mivel a játékszerek ott a legfelszereltebbek. Ezeket tavaly újították fel. Vannak azonban olyan játszóterek is, amelyek már évek óta tatarozásra várnak. A kisiskolások sokszor az osztályfőnöki órát használták ki arra, hogy tanítónőjükkel a parkban játszhassanak. A negyedikesek jól ismerik a központi, de az otthonuk közelében lévő játszótereket is. Én Berta Tamás vagyok, ez Májóvó utca közelében lakok. Tamás, ott van egy játszótér. Milyen állapotban van az a játszótér? Bírtok ott játszani? Hát, egy kicsit, azért mert nincsen csúszda, és csak hintázni lehet. Sok gyerek van ott az Májóvó utca sarkán lévő játszótéren, sokan járnak. Igen, és szoktak hintázni, meg régen csúszdázni. Szeretnéd, hogyha a csúszdát megjavítanák, újat szereltetnének fel, és akkor te is a barátaid újra a magasból le tudnátok csúszni, hiszen egy vonatra kell felmenni, egy fémből készült vonatra, és onnan kell lecsúszni. Igen. Nagyon szeretnénk, hogy úgy csúszunk le, és akkor élvezzük a csúszást. Pataki Emma is szívesen jár a játszótérre. Emma, melyik az a játékszer, amelyen te a legjobban szeretsz játszani? Szeretek hintázni, meg csúszni le a csúszdán. Itt a település központjában lévő játszótéren, hiszen azt mondtad, hogy ide szeretsz a legjobban jönni, itt a játékszerek jó állapotban vannak? Nem mindegyik. Mi az, ami el van romolva, el van pusztulva? Hát van egy valami, ahol bizdíni előre-hátra, és a rugó így el van törve. Sőt, a három hinta közül egyiken nem is hintázhattuk. Hát azért, mert tönkre vannak már. Emma, te a településnek mely részén laksz? Aracsán. Ott a közelben, a te családi otthonodhoz van egy játszótér, amely fából készült. Igen. Az hogyan néz ki? Ott nem lehet játszani, mert tönkre vannak menve. A játékszerek tönkre mentek. Hova szoktál a szüleiddel elmenni játszani? Van még a közelben játszótér ott, ahol te élsz, te laksz? Hát nincs, hanem csak itt a parkban. Horváth Aida a barátnőivel a Jagics utcában lévő játszótérre szokott menni játszani. Aida, mi található azon a játszótéren? Sok ilyen klackalica, akkor csúszda. Mennyi az a sok mérlek hinta? Hát van 3-4. 4, igen. Úgy szerettek játszani, hogy még soha nem is számoltad meg. Hiszen a játékra is fontos. Igen. Mi van még azon a játszótéren? Van hinta, csúszda, meg körhinta. Ott minden játékszer jó? Hát van, ami már tönkre van menve? Igen. Ottan sok minden tönkre ment már. Aida, melyek azok a játékszerek, amelyek tönkre mentek? Körhinta, a hinta egyik leesett már, egy maradt, de az is nagyon már veszélyes, nem szabad ráülni annyira. A negyedikes Recsó Tibor, pontosabban Tibi, a Tisza sétány közvetlen közelében lakik. Van ott játszótér, Tibi? Hát legközelebb a központnál lévő park van. Másik játszótér nem található, hiszen a Tisza sétány mellett is van egy játszótér. Focipályánál. Hova szoktál te menni játszani? Hát ide a parkba. Milyenek a játszóterek? Milyen állapotban vannak a Tisza sétánnál, a parkban? Hát vannak, amik elég jó állapotban vannak. Igaz, vannak olyan hinták, csúszdák, amik már majdnem lyukassak a rozsdától. Mi lenne a legjobb, hogyha mi történne a játszóterekkel hamarosan? Hogyha felújítanák őket, és újabb játékszereket készítenének, hoznának. Én Horváth Nelli vagyok, és van még két testvérem, és a szüleimmel elmegyünk játszótérre játszani. Mind szerettek a legjobban játszani? Hát csúszdázni is szerettünk, kackalicázni is, meg hintázni is, mindent.
Te a település Susány részéhez közel lévő negyedben laksz, Nelly. Ott van a közelben még másik játszótér? Hát nincsen, de jó lenne, ha csinálnának ott is játszóteret. Varga Szilvia tanítónéni vagyok, most éppen negyedikeseim vannak, de szeptemberben elsőseim lesznek, és szeretném őket elvinni falunézőbe, hogy megnézzük, hogy milyen játszóterek vannak, és gyerekek kipróbálják ezeket a szereket, de viszont, hogyha ugye hiányosak, illetve el vannak rontva, akkor a gyerekek nem tudják kipróbálni. Ön az Májóvó utcai játszótér közelében lakik. Igen, ott lakom, és a családunkban is vannak kisebb gyerekek, akik ugye nem tudnak elmenni játszani, mivel a csúszda meg van rongálva. A gyerekek is elmesélték, a tanulói is, hogy sok játszótér megrongálódott. Igen, meg van rongálódva, a gyerekek panaszkodnak, hogy nem tudnak elmenni, játszani, ezért arra kényszerülnek, ugye, hogy otthon, ami játékszereik vannak, illetve csúszdáik, hintáik, akkor azon töltik el szabadidejüket. Azonban, hogyha a helyi közösség jóvoltából megjavítatják a játszótereket a Bánáti falu különböző negyedeiben, vagy akár újat építetnek, akkor ez óriási lehetőséget nyújt úgy az iskolásoknak, mint a helyi csebetéknek. Igen, újabb lehetőséget nyújt, gyerekek újabb játékszereket tudnak kipróbálni, játékszerekre felmászni, csúszni, hintázni, nem csak az iskolás gyerekek, hanem a kisebb gyerekek, az óvisok is. A felújítás mellett idén egy új játszótér kiépítését is tervbe vették, nyilatkozta Miroslav Macura, helyi közösségi titkár. Mindez azonban az anyagi lehetőségektől is függ, fűzte hozzá az illetékes. A napokban a 12 évvel ezelőtt kiépített Zmájóvó utcai játszóteret újítatjuk fel, mely két hintával, egy libikókával és ugyanannyi csúszdával rendelkezik. Ez utóbbit felelőtlen helyiek tönkretették, így ez a játszótér új csúszdát kap. A település minden játszóterét felújítatjuk, ami azt jelenti, hogy a fémkonstrukciók új festést, a hinták új ülőkét kapnak. A 14 játszótér a falu több negyedében is megtalálható. A legkisebbjeink játszhatnak a Jagity utcai, a Tiszaparti, az Újfalusi, az Újtelepi, az Aracs utcai játszótéren, valamint a parkban is. A legrosszabb állapotban a Tisza sétány közvetlen közelében lévő fából készült játszótér van, melyet teljes egészében fel kell újítanunk, hiszen az itt lévő elemek tönkrementek, s használhatatlanná váltak. Az elemek kidolgozását egy helyi asztalos mesterre bíztuk, s örömmel közölhetem, hogy a játszótér hamarosan újra használható lesz. A helyi közösségi tanács ajánlatára, valamint a helyiek kérésére egy új, korszerű, európai szabványoknak megfelelő játszótér kiépítését is tervezzük, azonban ennek a pontos helyszínéről még nem hoztunk döntést. Játszótérre volna szükség a Vlade Kolarov, az úgynevezett Kelemen blokk, vagy a település Susány negyedében. Mindenről később hozunk végleges döntést, pontosabban akkor, amikor a felújítási munkálatok befejeztével meglátjuk azt, hogy mekkora beruházásra volt szükség, hiszen a tatarozást minden évben elvégezzük. Fontos, hogy a gyerekeink biztonságos, szép játszótereken játszhassanak. Törökbecse helyi közössége idén a játszóterekre 1 millió dináros keretösszeget irányzott elő.